Biztonság okoszebrát létesítettek a Korányi Frigyes utcán. Szakképzés kiválóan működik a Centrum közösségi alkotó műhelye. Rotary Klub tehetséges és hátrányos helyzetű diákokat díjaztak. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Intelligens gyalogos védelmi rendszert, úgynevezett okoszebrát telepítettek a Korányi Frigyes utcára. A 2 millió forint értékű beruházást a Generália Biztonságért Alapítvány finanszírozta közérdekű kötelezettségvállalásból. A temető és a piac közötti gyalogos átkelőhelyen gyakoriak a balesetek, ezért az önkormányzat is üdvözölte az okoszebra kialakítását. Nagyon veszélyes. Egyébként már engem majdnem elütöttek. Van, amikor elindul az ember, és akkor ott valaki kivágódik a sorból, és a szél orrunk előtt elmegy. Rendkívül veszélyes a gyalogos átkelőhely a Korányi Frigyes utcán, ezt mondják az errejárók. A négysávos úton több ezer autó fordul meg naponta, és a piac, a temető és a bevásárlóközpont között pedig számos gyalogos közlekedik. Emiatt gyakori itt a gázolás. Október közepén két nyugdíjas hölgyet ütött el egy figyelmetlen sofőr, mindkét sérültet kórházba kellett szállítani. A mai naptól villogó jelzés figyelmezteti az autósokat ennél a zebránál annak érdekében, hogy körültekintőbben közlekedjenek. Az intelligens gyalogos védelmi rendszert a Generália Biztonságért Alapítvány finanszírozta. Fokozottan védi a gyalogosokat, hiszen amint lelépnek a zebráról az úttestre, egy aszfaltba épített villogó hívja fel az autósok figyelmét arra, hogy itt bizony gyalogos kell át és érdemes megállni. Az alapítványnál pályázni lehetett az okos zebrára. Az idei 22 millió forintos keretükből az ország 10 pontján alakítottak ki ilyen modern gyalogos átkelőhelyet. A zebrát a város polgármestere is tesztelte kedd délelőtt. Kovács Ferenc azt mondta, ha a villogó fény beválik, a város más pontjain is alkalmazni fogják. Azért választottuk ezt a helyet, mert itt valóban ugye egy többsávos út van, nagy a személygépkocsi forgalom, nagy a gyalogos forgalom is, itt a piac, a temető, a Spár, és hát a baleseti statisztika alapján is dolgozunk, a rendőrségtől mindig megkapjuk. Egyébként ezért festettünk piros zebrát ezelőtt 2-3 évvel, de nem volt elég. Azt reméljük, hogy ez az okos zebra, itt teszteljük, beválik, akkor ezt máshol is szeretnénk majd alkalmazni, természetesen a legbalesetveszélyesebb helyeken. Hasonló okos zebrát Debrecenben már telepítettek, ott beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A felmérések szerint az autósok sokkal gyakrabban álltak meg átengedni a gyalogosokat a villogó fény hatására. Kiválóan működik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi alkotó műhelye. A Besselényi Miklós szakgimnáziumban tanuló gyerekek tanórán, valamint különböző szakkörökön sajátíthatják el a szakmákat. Megújult a szakképzés Nyíregyházán. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum több éve foglalkozik a szakmák tanításával. Idén a Nyíregyháza Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése című projekt keretében alakította ki az elsők között a digitális közösségi alkotó műhelyét. Ez a tér lehetőséget ad a fiatalok számára, hogy megismerkedjenek a 21. századi szakmákkal, többek között a robotikával. Ebben a speciális oktatótérben a diákok tehetségére is odafigyelnek, hiszen van fa és fém megmunkáló műhely, varroda, valamint 3D nyomtatóval is rendelkeznek. Új modern informatikai eszközökkel vezérelt gépek segítik őket az alkotásban. A műhely filozófiája, hogy a technológia mindenkié és bárki képes működő eszközök elkészítésére. A helyiségben hagyományos oktatás mellett gyakorlatokkal is kiegészítik a programot. Közel 300 négyzetméteren létrejött digitális közösségi alkotóműhelyben elsősorban a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulóit várjuk, de szeretnénk lehetőséget biztosítani óvodáskortól egészen felnőtt korig mindenkinek, hogy egy-egy ötletet megvalósítson. Ebben az alkotóműhelyben megtalálható a kicsiknek a Lego, egészen a felnőttekig mondjuk a 3D nyomtató, a drónok, a robotok, és hát lehetőség nyílik arra, hogy akár a hímzés, a forgácsolás mellett kipróbálják azt, hogy hogyan működik egy drón, hogyan működik egy padlórobot, vagy már akár egy komolyabb robot is, és természetesen attól függően, hogy a tanulóink milyen fázisban vannak, megtervezhetik, programot írhatnak, és működtethetik ezeket az eszközöket. A tanulók mellett az új generációra is odafigyelnek, hiszen rendelkeznek egy úgynevezett
élménysarokkal, amelyet az odalátogató óvodásoknak szereltek fel. A szakképzési centrum vezetősége a jövőben azt szeretné, ha a tudásvágy nem csak az iskola tanulóit, de szüleiket és hozzátartozóit is alkotásra késztetné. Ezért anya-lánya, apja-fia szakköröket szerveznek, ahol önálló ötletekből születhetnek eszközök. Továbbá a duális szakképzés erősítése céljából minden hónapban térségbeli szervezetek mutatkozhatnak be, így tartanak tematikus műhelynapokat. Tehetséges és hátrányos helyzetű diákokat díjazott a Rotary Klub Nyíregyháza. A szervezet hétfőn tartotta a karácsonyi estéjét. A rendezvényen adták át a Talentum pályázat nyerteseinek a támogatásról szóló bizonyítványt. Az első Rotary klubok bő 100 éve kezdtek szerveződni Amerikában és Angliában, főként értelmiségiekből és szabad pályákon működőkből álló szabadkőműves jellegű egyesületekként. A szervezet már a világhálózattá fejlődött, Nyíregyházán az országban 11-ként 1934 évelején alakult a klub, majd hosszú szünet után 2004-ben újra alapították a Rotary klubot városunkban, értelmiségiek, vállalkozók részvételével. A klub széles körű karitatív tevékenységgel bizonyítja elhivatottságát az elesettek, rászorulók és többek között a tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok támogatására. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt az országot a talentumok teszik majd szebbé, azok a gyermekek, akik következetesen próbálnak azon a területen nagyon jól megfelelni és többet letenni az asztalra, amit igazán szeretnek. Ez lehet tanulás, lehet kultúra, vagy lehet sport. Mi ezt a három kategóriát céloztuk meg. A klub idén hirdette meg először a Talentum programot. A pályázat nyertesei a támogatásról szóló bizonyítványt a Rotary karácsonyi estjén vették át. Az év elején egy edzőtábor után egyből már áprilisban egy komoly meghívást kaptam a gimnáziádéra, ahol a golf először most szerepelt, és itt a harmadik helyet tudtam elérni, valamint utána a magyar matchplay és nyílt bajnokságban lettem a férfi kategóriában az első helyezett, mind nyílt, mind magyar szinten, utána pedig a negyedjére sikerült megvédenem a magyar junior bajnoki címemet, és ezután pedig még a Magyarországnak az összes válogatottja közül én jöttem ki győztesként a golfünnepen, valamint az összes külföldi versenyek közül legtöbben dobogós helyezéseket zártam. A Talentum pályázatot három kategóriában hirdette meg a klub. 200-200 ezer forint támogatásban részesült a három díjazott, mellettük a Rotary két külön díjast is választott, őket 100-100 ezer forint értékben segítette a szervezet. Hová rohansz címmel második alkalommal rendezett közösségi futást az Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség. Vasárnap délután több tucat iskolás és mozogni vágyó jött el, hogy egy rövid ideig ne a karácsony előtti rohanás, hanem a szeretet, a barátság és a jótékony mozgás álljon a középpontban. Bemelegítéssel kezdtek az adventi futás résztvevői az Örökösföldi Szent Háromság templom udvarán. Kicsik és nagyok zenére nyújtottak. Ezt követően közösen számoltak vissza, és megkezdődött a kisebbek futama. Nekik egy 200 méteres kört írtak elő, amit nagy kedvel teljesítettek. A futás nagyon egészséges és tök jó volt. A 9 éves Varga Péter Sándor szerint karácsonykor jobb lenne, ha inkább a lábukat használnák az emberek, és nem az autókat. A futás nagyon egészséges dolog, és szerintem mindenkinek futnia kéne, és nem kocsikat használni, mert rontja a környezetet. A kicsik utána felnőttek futamát indították el, ők az Örökösföldi lakótelep körül tehettek meg egy vagy két kört. Ez az egész is arról szól, és pont arról szól, hogy igenis hagyjunk erre időt, és ne az legyen, hogy a karácsonyi ajándékok kerüljenek az első sorba, hanem a saját magunk és a saját családtagjainkra való figyelés, mert egész évben nem nagyon tesszük ezt meg. A Hová rohansz elnevezésű közösségi futást második alkalommal szervezte meg az Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség. A cél az volt, hogy felhívják az emberek figyelmét, ne csak a rohanásból álljon a karácsonyra való készülődés. Ilyenkor mindenki rohan. Rohanunk, hogy odaérjünk a karácsonyhoz. Szabó Tamás parókus köszöntőjében arról beszélt, hogy az adventi időszaknak is a szeretetről kellene szólnia. Figyeljünk magunkra, családtagjainkra, és a rohanás helyett inkább szervezzünk közös programokat, legyünk együtt a barátainkkal.
jelezni akarjuk, hogy felesleges rohanni, hiszen sokkal inkább ráérős dolgokat is lehet tenni, mint például futni. Igen, nekünk van most időnk futni, van időnk megállni, van időnk beszélgetni, van időnk egy kicsit egymásra is odafigyelni, mert hisszük, hogy az ünnep ezekben az apró csodákban legalább annyira érkezni fog, mint a rohanásunkban. Az adventi futásnak több tucat résztvevője volt a csípős hideg és a hó ellenére, őket szeretett vendégség fogadta. Zászlós farkú gereza kölyök született a Nyíregyházi Állatparkban, 4 hete jött világra, a majmot már megnézhetik a látogatók a trópusi házban. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Tegnap délután a Bocskai utcán egy személygépkocsi egy elhibázott manőver után felfutott az útpatkára, és 3 parkoló autónak is nekiütközött. A balesetet rendőri intézkedés követte. Ma délelőtt Nagykálló és Császárszállás között egy kishaszonjármű megcsúszott és frontálisan ütközött egy traktorral. Személyi sérülés nem történt. Délben a Sóstói úti felüljáró előtt egy őzet gázoltak el. Az állat elpusztult, az ismeretlen jármű elhagyta a helyszínt. Zászlós farkú gereza kölyök született a Nyíregyházi Állatparkban, 4 hete jött világra, a majmot már megnézhetik a látogatók a trópusi házban. Az újszülött még az anyján csimpaszkodva éli mindennapjait. Már a nagy közönség is láthatja az újszülött gereza majmot a Nyíregyházi Állatparkban. Az Európai Fajmegelőzési Program keretében érkezett az anya és az apa egyed az állatparkba. Jelenleg 4 tagból áll a gereza csapat, hiszen az újszülöttnek van egy játékos, 2 éves testvére. A fél évig tartó vemhesség után világra jött kölyök feltűnő sajátossága, hogy a szüleitől eltérő színű, hiszen az ivar érett egyedek sötét színűek, a kicsi pedig hófehér bundájú. Az állatpark osztályvezetője elmondta, hatalmas büszkeség az állatpark számára az újszülött, hiszen ez a majomfaj veszélyeztetett. A zászlós farkú gereza család legifjabb tagja fél évnyi vemhesség után jött a napvilágra, jelenleg 4 hetes, és a szüleitől merőben eltérő a bundája, hiszen hófehér. Ennek különösebb oka is van, hiszen a világos szőr igazából oda vonza a tekinteteket, így mindig valami csapattag ölelgetni és dédelgetni akarja a legújabb csapattagot. A kicsi még anyatejjel táplálkozik, de hamarosan ő is lombokkal fog majd táplálkozni, mint az ivarérett állatok. Ilyet, mikor a téli időszakban mi speciális gereza táp granulátumot adunk a számunkra, amelyet bambusszal egészítünk ki. A zászlós farkú gerezák feltűnő megjelenése 100 évvel ezelőtt csak nem a vesztüket okozta, hiszen a fehér szörgallérjukat az afrikai törzsek fejdísz készítésére használták. Élő helyükön az erdőkben szinte mindenhol előfordulnak, de elsősorban a bambusz és esőerdő nyújt otthon számukra. Az elmúlt hétvégén otthonában 3-2-re győzte le a Békés Csabát a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapata. A férfi kosaras kék cápák pedig hazai pályán nyertek 75-52-re a MEAFC ellen. A Fátum Nyíregyháza ebben az idényben már 3-szor futott össze a legnagyobb riválisával, a bajnoki címvédő Svitelszki Békés Csabával. A hazaiak kezdték jobban a találkozót, de a játékrész derekán a nyíregyháziaknak sikerült fordítani és előnyhöz jutni. A következő 2 szett a Békés Csabaiaké lett, majd a vendégek szoros küzdelemben egyenlítettek. A mindent eldöntő 5. játszmában a Fátum összpontosított jobban, és 3-szor is legyőzték riválisukat. A kék cápák 1 héten belül a 2. győzelmüket aratták, most hazai pályán a MEAFC ellen. A nyíregyházi férfi kosarasok az első félidőben sokáig nem is tudtak nagy különbséget kidolgozni, de a nagy szünetre már megnyugtatónak mondható előnyt építettek ki. A 2. félidőre jobban összeállt a védekezés, és támadásban is volt 1-2 szép momentum. A cápák felőrölték ellenfelüket, összességében ezúttal is simán nyertek. Bús Ivánék pénteken Veszprémben zárják az évet. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Intelligens gyalogos védelmi rendszert, úgynevezett okoszebrát telepítettek a Korányi Frigyes utcára. A 2 millió forint értékű beruházást a Generália Biztonságért Alapítvány finanszírozta közérdekű kötelezettségvállalásból. A temető és a piac közötti gyalogos átkelőhelyen gyakoriak a balesetek, ezért az önkormányzat is üdvözölte az okoszebra kialakítását.
Kiválóan működik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közösségi alkotó műhelye. A Wesselényi Miklós szakgimnáziumban tanuló gyerekek tanórán, valamint különböző szakkörökön sajátíthatják el a szakmákat. Tehetséges és hátrányos helyzetű diákokat díjazott a Rotary Klub Nyíregyháza. A szervezet hétfőn tartotta karácsonyi estéjét. A rendezvényen adták át a Talentum pályázat nyerteseinek a támogatásról szóló bizonyítványt. A keddi hír összefoglalónkat látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, híradóval pedig holnap este is várjuk majd Önöket a már megszokott időpontokban. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!